tavasztól egyre több az ízelt lábúak okozta probléma, a legfontosabb a megelőzés. Április 19-én újra színpadon az Úti rajzok a Bartók Kamara Színházban, Csadi Zoltán előadásában. Komoly lehűlés tapasztalható, országos riasztást adtak ki a várható csapadék miatt. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. A tavaszi időszakban megnő az ízelt lábúak száma, ezzel együtt pedig annak a lehetősége is, hogy nem csak minket, embereket, de házi állatainkat is megfertőzzék. Különböző kullancsölőszerekkel, valamint odafigyeléssel megelőzhető a pókszabásúak csípése. Ezek a felvételek a Városháza téren készültek még februárban a kutya flashmobon. Így a tavaszi időszakban rájuk is leselkedik a kullancs veszély. Az ízelt lábúak inváziója leginkább április-májusra tehető. Tehát rátesszük a kullancsnak a nyaki részére, és akkor a, most ugye jól becsíptem az bőröm, és akkor a olyan mutató járással ellentétesen tekerjük. 2-3 fordulat után egyébként kijön a legkisebb is. A kullancsok megfelelő eltávolítását mutatja Markhezki Tivadar állatorvos, aki elmondta, erre a csipesz a legmegfelelőbb eszköz. Kiemelte, a kullancsok legkedveltebb helye kis kedvencünkön a belső comb, hónaj, áll, nyak, szem, orr és fül környéke. Ezeken a területeken minden séta után érdemes ellenőrizni kutyusunkat. Kullancs rákerül a bőrre, elkezd lefele, ezzel a, egy ilyen speciális szívó, fúró feje van, amivel egy ilyen reszelős mozgással egyre jobban megy be a bőrbe, majd eléri a véredényeket. Ez is több órán keresztül tart, míg leér a véredényekig. Utána gyakorlatilag még a vérszívással azonnal nem kerül át a kórokozó a kutya szervezetébe. Van egy bizonyos érési fázis, ami által ilyen 24-36 óra. Tehát azon belül, hogyha mi eltávolítjuk a kullancsot, akkor biztosan nem lesz beteg az állatunk. Sokszor téves elképzeléseik vannak a betegeknek a kullancs csípésről, illetve annak veszélyéről. Ezt dr. Kecskés Borbála infektológus szakorvos mondta. Az egyik ilyen tévhit, hogy ezek az élőlények a fáról hullanak. A kullancsok alulról a lombozatról kúsznak fel a lábszáron. A másik hiedelem pedig az eltávolításával kapcsolatos. Kullancsot, ha észreveszünk a magunkon, akkor nem érdemes nyomogatni, meg olajat rárakni, meg egyéb jó információkat, amiket szoktunk kapni, hanem egy csipesszel óvatosan kiszedni, és utána sem, hogyha benn maradt a feje, az sem érdemes nyomogatni, mert akkor még bele tuszkáljuk a bőrünkbe a fertőzéseket. Tehát nagyon sokszor észleljük azt, hogy a betegek ugye pánikba esnek, hogyha egy kullancsipést észlelnek magukon, és rögtön szaladnak az orvoshoz. Orvoshoz akkor kell menni, hogyha tüneteket észlelnek. A kullancsok két mindenki által ismert betegséget hordoznak, a Lyme-kort, illetve az agyvelő és agyhártyagyulladást. A két szakember egyöntetűen úgy véli, hogy a megelőzés a legfontosabb, amely az állatoknál a kullancs elleni szerekkel való védekezéssel, például cseppek formájában, az embereknél pedig a szabadban tartózkodás esetén a megfelelő ruházattal és a különféle riasztószerekkel működhet. 46. alkalommal szervezi meg a Magyar Vörös Kereszt a felmenő rendszerű első segélynyújtó versenyét. Dunaújvárosban a területi fordulót április 21-én tartják, amire 5 fős csapatok jelentkezését várják 3 korcsoportban. A jelentkezéseket folyamatosan fogadják a dunaujvaros@voroskereszt.hu oldalon, de az iskolai védőnőknél és a Városháza 8. emeletén személyesen biztosítanak jelentkezési lehetőséget. Ez attól felmenő rendszer, ugye, hogy itt megrendezzük a területi versenyeinket, innen a 3 kategóriából az első helyezett megy a megyei versenyre, és hogyha ott is Dunaújváros és környezete képviselteti magát, akkor megyünk az országosra. Ez a 3 korcsoport a következő a 14 éves korig, a 14-től 18 éves korig, tehát úgymond ez a középiskolás, és a felnőtt. Idén is van már 2 felnőtt csapat jelentkezésünk is.
A megmérettetésen különböző állomáspontokon elsősegélynyújtó feladatokat kell megoldaniuk a csapatoknak. A rendezvényt ezúttal a Szalki-szigeten rendezik meg. Naplószerű forma modern köntösben. Ez az Úti rajzok, vagyis a Bartók Kamaraszínház egyszemélyes előadása. Csadi Zoltán szerkesztésében és előadásában ismerkedhetnek meg az érdeklődők Petőfi Sándor 1847-es utazásaival és kalandjaival. Tudod-e, miért siettem ide, és miért vagyok itt már egy hét óta, mi? Hát azért, mert Szalontán egy nagy ember lakik, és... Az 1847-es év június 7-ei szalontai eseményei, vagyis Arany Jánosnál vendégségben eltöltött napok is megelevenednek az Úti rajzok című előadásban. Petőfi Sándor Úti levelek Kerényi Frigyeshez című művéből készített összeállítást Csadi Zoltán. És a szegény magyar hazára, amelyet török, tatár és sáska annyit pusztított a Varsós, még ezen csapást is ráméri, ami írtózatos a töröknél, tatárnál és sáskánál. Küld a nyakára rossz poétákat. Az egyszemélyes előadás Petőfi Sándor utazásait, hosszabb felvidéki, majd erdélyi túráját dolgozza fel. Csadi Zoltán szerint a költő a magyar kultúrtörténet kitörölhetetlen alakja, akinek határozott és komoly véleménye volt az őt körülvevő kortársairól, kortársírókról, valamint a vándor színészi éveiről is. Az 1847-es magyarországi történéseket mutatják az el nem küldött üzenetek társadalmi, művészeti és irodalmi vonatkozásban. Ezek a fiktív levelek alkotják a történetet. Vannak felvidéki utazásaim, számomra különösen fontos a származásom révén, az erdélyi út, a szerelmi szál miatt, ugye többször ellátogatott Erdődre, a szendrei család, a Szendrei Júliáékhoz, és ez az érzelmi vonal is nagyon erőteljes szálat képvisel a történetben, ez is megjelenik, úgyhogy igyekeztem úgy összeállítani ezt az Úti rajzok című előadást, hogy ez egy teljes képet adjon egy olyan fiatalemberről, egy olyan költőről, akit igazából emlékeinkben teljesen máshogy őrzünk meg, vagy más gondolunk róla. A forradalomnak a nagy 19. századi hőse, aki ugye ott Segesvárnál az életét adja a magyar forradalomért. Pest, június 25, 1847. Nem megyek külföldre, barátom. Szó sincs róla, hogy menjek. Hát az rettenetes, hogy uralkodik fölöttem a szív. A 70 perces előadás ismét megtekinthető a Bartók Kamara Színház stúdiótermében április 19-én 19 órától. Nem ám kevésbé, mint fejemet. Na most, a gyors szekérnél egy óra negyeddel elébb értem oda a Tisza hídjához. A megszokottak szerint a Hild József szakközépiskola lesz a helyszíne a hetes körzet önkormányzati képviselője fogadó órájának. Nagy Zoltánné április 20-án várja a körzet lakóinak megkereséseit az előre meghirdetett időpontban, vagyis 15 óra 30-tól 16 óra 30 percig. Figyelmeztető előrejelzés az ország egész területén. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 7 megyére másod, 12 megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki csapadék miatt. Magyarország egyes részein hó is hullhat, a leggyakoribb azonban a havas eső, illetve az eső lesz. Az Alföldön átlagosan 30 mm-nyi csapadék várható. Szerdára még nagyjából 5-6 fokot visszaesik a hőmérséklet, alapvetően a legrosszabb idő vagy a leghidegebb idő mindenképp szerdán vagy csütörtökön várható. Összességében jelentős mennyiségű csapadékra van kilátás az ország legnagyobb részén, és ez nem feltétlen eső formájában fog hullani. Elsősorban a Dunántúlon, síkvidéken is előfordulhat havas eső, illetve havazás is. A hegyekben itt elsősorban a Írott-kőre, a Bakonyra, a Mecsekre, illetve az északi középhegység magasabb csúcsaira kell gondolni, ott pedig havazás várható. A legmagasabb csúcsokon, elsősorban az északi középhegység 900 méter fölötti csúcsain pedig akár 10 cm-ben mérhető hó is hullhat csütörtök estére. A csapadék mellett a szél is jelentősen megélénkülhet, az ország egyes részein akár 80-100 kilométeres széllökések is lehetnek. A frontérzékenyeknél az erős hidegfront miatt fejfájás, migrén is kialakulhat. A Dunaújvárosi Városi Önkormányzat és a Turinform iroda szervezésében idén május 26-a és 28-a között lesz a nagy családi hétvége, középpontban a közkedvet Parázs varázssal. Az asztalok már foglalhatóak a Turinform irodában, a tavalyi évhez hasonlóan 5000 forintos díj ellenében.
Hatan a válogatottban, a Due Mars Graphics női vízilabda csapatának 6 játékosa, Kasó Orsolya, Garda Krisztina, Gurisati Gréta, Menzinger Kata, Somogyhegyi Noémi és Szilágyi Dorottya is helyt kapott a válogatottban. Ezzel a Dunaújvárosi gárda adja a legtöbb játékost a nemzeti csapatba, a teljes keret csaknem felét. A magyar nemzeti együttes jelenleg a világligára készül, ahol Olaszország legjobbjai ellen száll medencébe. Főbb híreink következnek még egyszer, röviden. Tavasztól egyre több az ízelt lábúak okozta probléma, a legfontosabb a megelőzés. Április 19-én újra színpadon az Úti rajzok a Bartók Kamaraszínházban, Csadi Zoltán előadásában. Komoly lehűlés tapasztalható, országos riasztást adtak ki a várható csapadék miatt. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a következő percekben időjárás előrejelzésünket láthatják. A Hír Pluszban a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség újabb jótékonysági akciójával foglalkozunk. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szerdán lehűlésre, szeles, hűvös és csapadékos napra készülhetünk. Országszerte felerősödik és viharossá fokozódhat a szél. Sokfelé várható eső, zápor. A hajnali órákban 0 és 6, míg napközben 2 és 9 fok valószínű. Csütörtökön továbbra is marad a szeles idő, a hőmérséklet sem változik jelentősen, marad a 9 fokos nappali hőmérséklet. Pénteken már nem kell csapadékra számítani, akár 13 fokot is mérhetünk majd. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!